Köszöntök mindenkit a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének legújabb videójában, és amint az ismeretes, néhány héttel ezelőtt elindítottuk a bürokrácia ellenes hatóságunkat, ez a hatóság arra hivatott, hogy feltárjuk azokat a felháborító eseteket, amelyek a magyarok életeit nehezítik. Tudva levő, hogy évtizedek óta nyomasztja a magyar dolgozókat, a magyar vállalkozókat ez a fajta rosszindulatú, átláthatatlan bürokrácia, és ez nem csak az anyaországra igaz, hanem határon túlra, ezért most itt vagyunk a jelenlegi magyar-szerb határon, és olyan információkat kaptunk délvidéki magyaroktól, akik ingáznak a határon oda-vissza munkavállalás céljából, hogy ez a bürokrácia rendkívüli módon megnehezíti az ő életüket is. Ellenben azt viszont tudjuk, hogy az Ázsiából érkező vendégmunkások számára nincs ez a bürokrácia, ők könnyedén jöhetnek tízezrével, százezrével az országba, nem nehezítik meg a munkavállalásukat, ellenben határon túli nemzettestvéreink folyamatosan falakba ütköznek, úgyhogy ezért jöttünk most el ide Röszkére, a határátkelőre, és utána fogunk nézni, hogy hogyan nehezíti meg a bürokrácia a határon túli magyar testvéreink magyarországi munkavállalását. Itt áll mellettem Szabó Roland, a Mi Hazánk délvidéki szervezője, és ő fogja most velünk megosztani azokat a tapasztalatokat, információkat, amelyek a délvidéki magyarokat érintik, azokat a magyarokat, akik napi szinten ingáznak és járnak át az anyaországba dolgozni. Azt hallottuk, hogy rendkívüli módon megkeseríti az ő életüket ez az átláthatatlan bürokrácia. Kérlek, oszd meg velünk, hogy pontosan miről is van szó. A bürokrácia előtt, köszöntöm a kedves nézőket, beszélnék inkább arról, hogy a határátkelőhely nyitvatartása mögöttünk látható Horgos-Röszke 2 vagy közúti határátkelőhely nyitvatartása, az decembertől meg lett hosszabbítva 0-24-es nyitvatartásra, reggel 7-től este 7-ig volt eredetileg nyitva. Ez lehetővé tette azt, hogy a munkavállalók, akik mondjuk 6 órára mennek dolgozni, vagy például 10 órakor fejeznek 10 óra után, azok is át tudjanak kelni a határon. Ugyanakkor még mindig nem végleges a nyitvatartás ezen időpontjai, ugyanis mindig csak egy határidővel van előrébb tolva ez a meghosszabbítás. Jelenleg ismereteim szerint március 20-áig lesz 0-24-es a határátkelőhely, utána visszaáll az eredeti 7-től 7-ig nyitvatartásra. És nagyban segíteni a munkavállalóknak, az ingázó munkavállalóknak az eljutását és hazajutását a munkahelyükről, ha 0-24-ben lenne nyitva a határátkelőhely. És ahhoz, hogy egy délvidéki magyar Magyarországon, tehát az anyaországban tudjon munkát vállalni, milyen bürokratikus akadályokat kell leküzdeni, mert ugye erről is beszélgettünk még a videó előtt, és egészen elképesztő dolgokat meséltél, míg ellenben, mint ahogy a videó elején is említettem, az ázsiai vendégmunkások ehhez képest gond nélkül jöhetnek több tízezeren, több százezeren az országba, intézik nekik a tartózkodási helyet, a lakcímet, és sorolhatnám, ellenben a délvidéki magyaroknak ez nem igazán van meg, ugye? Nem igazán olyannyira, hogy ahhoz, hogy valaki délvidéki magyarként, magyar állampolgárként lakcím nélkül indul neki az ügyintézésnek, az, hogy munkát vállalhasson Magyarországon, természetesen szüksége van TB kártyára. TB kártyát pedig csak úgy kaphat, ha be van jelentkezve valahova magyarországi lakcímre. És itt kezdődnek a gondok. És itt kezdődnek a gondok, ugyanis akinek nincs anyaországi ismerőse, annak nincs hova bejelentkeznie konkrétan. És ha mégis talál valakit, akkor is kettő opció van. Hallottam már olyat, hogy pénzért jelentenek be valakit, tehát még ebből is üzletet csinálnak bizonyos anyaországiak. Nem azért, hogy becsmérelem őket, de egyszerűen ez az igazság. A másik opció pedig az, hogy valakinek a jó indulatából bejelentkezik valahova a délvidéki magyar, és ezután kaphat TB-t, de ilyenkor előfordulhat az, hogy 30-40-en vannak egy ingatlanra bejelentve. Ennek ugye több aspektusára is kitérhetnénk, például a Vox turizmusra, bár van nagyon helyesen szavazati joga a délvidéki külhoni magyaroknak összességében, ugyanis az, hogy ki legyen mondjuk itt Röszkén a polgármester, az nem a mi dolgunk egyszerűen, és ugye lényegében a TB-ig kell valahogy eljutni a munkavállalónak, akkor tud állandó munka viszont létesíteni. Most erre a problémára azt gondolom, hogy a magyar állam tudna megoldást biztosítani, abszolút, mert ez a fajta
lakcím kiadási mizéria, hogy keresni kell valakit, akinek a jó indulatára van bízva, hogy van, akik még pénzt is kérnek, ezért ez semmiféleképpen nem jön, teljesen átláthatatlan. Nyilván itt a magyar állam, a magyar kormány szerintem beavatkozhatna úgy, hogy létrehoz egyfajta technikai jellegű lakcímet, ami régióhoz vagy területhez kötött, és akkor a TB is meg lenne oldva ugye azon a területen. Ez igazából kis túlzással élve egy tolvonásba kerülne a magyar államnak, tehát meg lehetne ezt oldani, ha lenne rá akarat, de úgy tűnik, hogy nincsen. Én szerintem ennek az az oka, hogy a Magyarországon működő multinacionális cégek most már egyre inkább az ázsiai vendégmunkásokat preferálják, és az ilyen munkaerőt szeretnék a soraikba tudni, és nem például magyarokat és délvidéki magyarokat. Te mit gondolsz erről? Abszolút egyetértek, ugyanis azt hallom, hogy olyan munkahelyeken, ahol mondjuk ismerőseim, barátaim dolgoztak Magyarországon, most migránsokat alkalmaznak egyszerűen, ami szerintem önmagába felháborító, egy főleg ugye nekünk ki nemzetbe gondolkodó emberek vagyunk, és határoktól függetlenül. Ebből kiindulva valószínűleg inkább annak ellenére is jobb, hogyha egy magyar, egy külhoni magyar dolgozik bárhol Magyarországon, hogy közben otthon, külhonban ez egy fogyást eredményez. Bár ugye azért azt is tegyük hozzá, hogy itt az ingázás az még nem eredményez feltétlenül fogyást, tehát hogy hazamegyek az a délvidékre, és átjön ide Magyarországra, mit tudom én, akár Szegedre, vagy környező településekre dolgozni, ez így teljesen jól működhetne, hogyha a bürokrácia meg lenne szüntetve ezzel kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak ezzel kapcsolatban lesz tennivalója, hogy erre a problémára rámutasson. Itt vagyunk most már a határ túlfelén, Szerbiában, és ahogy itt jöttünk át gyalog a határ átkelőn, láttuk, hogy szinte végenláthatatlan sorban állnak a parkoló autók. Mi lehet ennek az oka? Ennek egyszerű oka van, ugyanis a legtöbb munkavállaló, a legtöbb ingázó az itt hagyja az autóját a szerb oldalon a kiszámíthatatlan határhelyzet miatt, tehát előfordulhatna az sima, hogy elkési a munkahelyén a kezdést, vagy még egy-két óra hosszát kell várni a munka után, amit ugye azért senki sem kíván. És van a túloldalon egy buszmegálló, ottan legtöbbször felszállnak a buszra, és aztán be tudnak jutni Szegedre, vagy ahova mennek itt a környéken. Igen, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy ez is egy plusz procedúra, ez is azért megnehezíti a délvidéki munkavállalók mindennapjait, és még térjünk vissza egy gondolat erejéig a TB-re, mert ezzel kapcsolatban is egészen hajmeresztő dolgokat meséltél nekem. Ugyebár miután megszerezték nagy nehezen a magyarországi lakcímet, ugye utána megkaphatják a TB-kártyát, amely magyarországi orvosi ellátásra jogosítja fel őket, ellenben itt délvidéken csak sürgősségi esetekre tudják igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást. Ez pontosan hogy van, kérlek, mondd el. Ez konkrétan úgy van, hogy a kettő állam között van egy megállapodás, miszerint egymás állampolgárainak a sürgősségi eseteit ellátják, viszont a nem sürgősségi egyszerű orvosi vizsgálat mondjuk egy megfázás kapcsán, az már nem tartozik bele ebbe a körbe, és ilyenkor kénytelen a munkavállaló átjönni az illetékes rendelőbe, és ott elmenni orvoshoz. Akár egy megfázás miatt is, ami szintén több napra ágyhoz vetheti az embert, és legkevésbé sem kívánja ilyenkor azt az ember, hogy még egy határátlépéssel eljusson Magyarországra. Ami akár órákig is tarthat. Ami akár órákig is tarthat. És nyilván, hogyha beteg, akkor viszont nem fogja azt a lehetőséget választani, hogy gyalog megy át, és aztán buszozik, hanem akkor kénytelen kivárni azt a hosszú sort, vagy több órát, hogy átléphessen az anyaország területére. Tehát akkor ez egészen elképesztő. Tehát ugye kötelező, hogy legyen magyarországi TB-je, hogyha Magyarországon vállal munkát. Viszont nem Magyarországon él, illetve hát az anyaországban és délvidéken lakik, és hogyha ott történik vele valami, akkor nem mehet el az ottani házi orvoshoz, mert az nem minősül sürgősségi esetnek. Hát nyilván ez is egy olyan dolog, amiben a politikának, a magyar kormánynak lenne tennivalója. Orbán Viktor miniszterelnök gyakran szokott arra hivatkozni, hogy soha nem voltak ilyen jók a magyar-szerb kapcsolatok. Ha ez tényleg így van, akkor igazából nem értem, hogy mi az akadálya annak, hogy egy ilyen két állami megállapodást tudjanak kötni a szerb kormánnyal, amivel ezt a problémát is tudnák orvosolni. Te mit gondolsz erről? Abszolút egyetértek vele, tehát ha már ilyen
egyezmény létezik, hogy a sürgősségi eseteket ellátják kölcsönösen, akkor a másik országba ingázó munkavállalót egyébként kisebb számban, de jönnek Szerbia felé is Magyarországon élő munkavállalók. Úgy gondolom, hogy ennek nem kellene, hogy akadálya legyen.